Most alsóörsön is a legfontosabb feladat a járványhelyzet kezelése. De a mindennapi élet nem állt meg. A magánszektor beruházásai mellett az önkormányzat is végzi a feladatát. A tavasz eljöttével munkába álltak a kertészek, gondozzák a zöld területeket, virágosítanak. A folyamatban lévő beruházások is zajlanak. A volt vízmű telephelyén a település működtetési és községgazdálkodási szervezet új területén tároló épület építésébe fogtak a közelmúltban. Ez azért vált szükségessé, mert az utóbbi évek eredményes pályázatainak köszönhetően örvendetesen megnövekedett a jármű, munkagép és eszköz szám. A csarnok már áll, alaprajzi mérete 33 méter hosszú és valamivel több mint 12 méter széles, a szerkezet vál magassága pedig eléri a 4 métert. Acél tartó szerkezetű tető burkolata és homlokzata, a környezetbe illeszkedő rezed a zöld színű szendvics panel. A beruházás tervezett befejezése április végére várható. Itt vagyunk a volt vízmű területén, ahol egy hatalmas csarnokot építettünk. Ez lesz az új településműködtetési szervezet telephelye. Nagyon sok géppel rendelkezünk, hála Istennek, és ezeket is főleg pályázati pénzből nyertük. Ezeknek a garázsaként, telephelyeként fog szolgálni ez az épület, illetve magán a területen belül vannak egyéb építmények is. Idén őszre volt meghirdetve az amfiteátrum helyén létesülő Varázserdő projekt átadása. Az építés ütemtervszerűen zajlik, haladnak a munkával. Az eszközbeszerzésre kiírt közbeszerzés folyamatban van, úgy tűnik tarthatóak lesznek a dátumok. Ez a település egyik kiemelt beruházása. A másik megyei top forrásból pedig a Veszprém felsős-alsós kerékpárút az, aminél a közbeszerzés közepén tartunk, tehát már a hatóságnál van az összes anyag, és amennyiben rábólintanak, azonnal kiírásra kerül, és remélem, hogy hamarosan el tudnak indulni, akik megnyerik a pályázatot ezen a tenderen, és megvalósulhat itt is az őszre ez a nagy beruházás, amelyik közvilágítási részekkel és magával az út kialakítással, kerítésépítések, támfalak, tehát egy nagyon komplex programot jelent, de megvalósulhat, és hát őszre akkor a megyeszékhelytől a balatoni bringa körútig el lehet majd jutni. A vasút megújítása is érinti Alsóörsöt. A sínek mentén már húzzák az elektromos kábelt, ami a villamosított vasúthoz kell majd. De a vasútállomás területét is átépítik. Megújul a peron, majd az épület is, felszabadulnak használaton kívüli vágányok, ezzel az önkormányzat területhez jut, amivel gyarapodni fognak a parkolóhelyek. A nagy volumenű beruházások mellett kisebbek is javítják a település élhetőségét. Ilyen például a Calvin lépcsőnél a nehezen mozgók részére elnyújtott lépcsők építése. De vannak egyéb fontos beruházásaink is. Itt esetleg kettőt kiemelhetek. Az egyik a Kisfaludi pályázat keretében a strandfejlesztési beruházás, amelyik nettó 36 millió forint összegű, és valószínűleg ezt nem a tavasszal, hanem majd az ősszel fogjuk kivitelezni. Ez a vizes blokkok teljes megújítását és új öltözőknek a kialakítását jelenti, de megemlíthetném a Viszmajor helyzetből adódó pályázatainkat is, amelyek már be vannak nyújtva, és amennyiben nyerünk, azonnal indítjuk azokat a kárelhárítási munkálatokat, amelyek támfal megerősítési vagy építési munkákat jelentenek. Úgyhogy nagyon gazdag lesz ilyen szempontból is az év, tehát egyrészt a település működtetés, illetve a település fejlesztés is jelen pillanatban is folyik. Összességében elmondhatjuk, hogy a koronavírus járvány kitörése után az élet szerencsére nem állt meg Alsóörsön. Racionális, tervszerű gazdálkodással fent tudják tartani az intézményeket, és a beruházásokra is jut anyagi forrás. Hebling Zsolt ugyanakkor elmondta, hogy a költségvetést át kell tervezni, hiszen jelentős kiesések várhatóak. Gondolva itt az idegenforgalmi adóra, a strandi bevételekre, és hogy az állam kötelezte az önkormányzatokat, hogy a gépjárműadók költségével járuljanak hozzá a pénzügyi alaphoz, amelyet a járványvédelmi kiadásokra fordítanak.